Kocka Róberttel és Kalmusz Feliciánnal állok itt. Néztem a koncertet, elég furcsa ilyen körülmények között látni egy koncertet. Nektek mennyire hétköznapi így föllépni? Szerintem ez az akusztikus felállás abszolút életképes, és szoktunk is így előadni, hogy akusztikus gitár, akusztikus cselló, és olyankor még Deli Domonkos is besegít, és akkor kahonon, sékeren, csörgön ő hozza a ritmust. Mikor találtatok egymásra egyébként? Hát már körülbelül majdnem 2-3 éve, valójában egy másik produkcióban találkoztunk a Feliciánnal, és egy olyan egy éve történt meg az a baleset, amikor egyik próba után azt mondtam, hogy mi lenne az elektromosságodat, bedugnánk egy torzítós cuccba, erősítőn, kihajtva, hogy nézzük meg, és elkezdtük tekergetni, és nagyon tetszett. Kipróbáltunk gitáros fliccseket, aztán összejártunk gyakorolni, hogy megtanult gitározni torzíton, cselen, tehát ilyen még nincsen, és akkor mondom, csináljunk egy zenekart. Egyébként annyiból van, bár az nem tudom, hogy cselló-e vagy nagybőgő, most ez hirtelen nem ugri, van az apokaliptika, igen, mármint, hogy ugye hát ők cselló az is. Tényleg, négy, mert four cselló, tényleg igazad van, ők nyomják még ilyen betorzítva, majdnem olyan, mint egy gitár lenne, ugye nem is értettem, de egyébként jó pofa és elég jól működik nekik. Kinek a jó voltából vagytok most itt? Hát az Ártek jó voltából vagyunk itt, mert használunk Ártek akusztikus erősítőket, elektronikát a gitárokba, pár effektet, úgyhogy az akusztikus buli nagy segítség, hogy halljuk magunkat legalább biztosan onnan hátulról. És milyenek ezek a cuccok úgy általában, mennyire használjátok őket a hétköznapokban? Én szinte minden nap használom. Én rengeteg filmzenét írok meg stúdióban, az életemnek a 90%-a reggeltől hajnalig ott zajlik. Nagyon jó nézni, hogy mi az, ami újdonság van. Mindig elhatározom, hogy nem veszek semmit, nem cserélek le semmit, és ez valahogy van, mint egy baleset megtörténik itt. Srácok, nagyon szépen köszönöm, és minden jót és jó szórakozást!